Sziasztok! Képzeljétek el, az előbb Ábrahám Enikevéktől kaptam egy Facebook üzenetet. Enikevé és Rubival nagyon jó barátságban vagyunk. Imádjuk a boraikat. Szerencsére sok alkalmunk volt már ezt megkóstolni. Sokszor tiszteltek meg azzal is, hogy bort ajándékoztak a lemezbemutató koncertemre. A borral jöttek. Valamilyen oknál fogva én úgy látom rajtuk, hogy szeretik a zenémet, aminek nagyon örülök. És szerintem ez tök jó dolog, hogy gyakorlatilag az ilyen finom dolgok, mint a borcsinálás, a kultúra, a zene, az irodalom, a festészet, és ezek a dolgok így össze tudnak fonódni. Ezek karbölötve járnak, de nem mindig veszik egyesek észre. Én próbálom észre, és Enikőjék is. És azt írta nekem Enikő, hogy múltkor egy úriember csinált a kertről egy filmet, egy kis előadást adott nekik. Sajnos nem néztem még meg, mert most kaptam róla hírt, meg fogom nézni. De hogy engem, ott itt a jazz szaxofonost kért meg arra, hogy én beszéljek a kertről, ha van kedvem egy kicsit. Hát, kertről. Az a helyzet, hogy imádom a természetet. Most itt vagyunk a kis tanyámon, amit van az ország déli régiójában. A migráns útvonalon. Tehát, hogyha bármilyen migránsnak egy dolga van, nyugodtan bejöhet, egy kis kenyérrel megkínálom, vízzel főszerelem, és menjen, boldoguljon. Hogyha már 3000 kilométert utazott, hogy megmentse magát és a családját egy háborútól. Itt vagyunk a természetben, ez az én kis elvonuló helyem, itt szoktam gyakorolni. A kerttel kapcsolatban, az a helyzet, hogy azért van ez a kis tanya, mert itt napi 8 órában egy nagyon szép részdarabot fújok, hogy egy kicsit több legyek, mint voltam. Úgyhogy a kert az ilyen ősközösségi társadalomban volt itt minden. 15 éve vettem ezt a kis tanyát, és gyakorlatilag minden úgy van. A házat felújítottuk, de hagyom, hogy az őzek szabadon járjanak, keljenek, a sünik, a nyulak, rengeteg madár van. De most így, hogy már 2 hónapja itt vagyok, egészen más máshogy kell itt a karanténban tanyához is állni. Úgyhogy itt kis ágyásokat ástam, és elkezdtem veteményezni. Anyukám nagyon nagy kertész, csodálatos kertje van, rengeteg virággal, rengeteg gyógynövénye, gyümölcsel, minden. Én többnyire a szaxofonozással foglalkoztam, és nem azokkal, ezért elnézést kérek tőle. De itt most éppen ma van az idei spenótunknak, mi vetettünk Dórival, az első betakarítási napja. Nagyon boldogok vagyok, retket vetettünk, salátát, káposztát, rukkola. Ma az utóbbi 15 évben is rengeteg volt, ugyanis imádom, és még akkor kezdtem a rukkolával foglalkozni, amikor nem tudom, 20 évvel ezelőtt Olaszországban ettem először is Magyarországon, itt senki nem tudta az, hogy mi az, hogy rukkola. Biztos volt, aki tudta, de én ott tettem először is, onnan hoztam a magukat, és itt elszórtam, itt ebben a kis őszközösségi társadalomban. A rukkola egyébként azt szereti, ha nem foglalkozol vele. Tehát hiába szép ágyásokban én próbálkoztam, azt szerette, ahol elszóródott. Azt szerette, ahol a gyalog út mentén kitapostam, azt szerette, ahol a fal tövéből ott neki ki kell egy kő alól evickélni, szóval pont egy jazzzenésznek való a kis termesztési munka, tehát megtérülő. Most is egy csomót vetettünk, és nagyon jó volt, mert mielőtt Pestről leköltöztünk, bevásároltam egy csomó fűszernövény palántát. Olyan dolgokat is, amit nem ismertem. Például a mángoldot. Mángold egy nagyon fantasztikus dolog. Biztos mindenki ismeri. Én nem ismertem eddig. Nagyon finom salátát vettük, rengeteg salátát csinálunk itt. Nekem a zöldségek, a zöldek azok az olyanok, mint másnak a hús, hogyha nincs egy rendes hús szelet, akkor nem ettem semmit. Na, én így vagyok a zöldekkel. Úgyhogy kicsit ettől féltem, hogy itt a karanténban nem lehet majd
kilépni, kimenni, vásárolni, és akkor itt nekem nem tudom, nagy húsokat kell lennem. Szeretem a húst, de... Oké. Okay. A mángold egy fantasztikus dolog. Van itt a kis kertben egy kis kínai metélő fokhagyma. Nagyon imádom. Szerintem azért jó, nekem a hagymákkal bajom van. Tehát a fokhagymát imádom. Régebben nem tudtam rendesen nyersen enni. Most megbarátkoztam vele. Nem esett jól. Vörös hagymát, ez például nem tudom nyersen enni. Ez a metélő fokhagyma azért jó a medvehagymához hasonlatos abban, hogy akinek ilyen problémája van esetleg, hogy nem szeret ezt a hosszantartó kellemetlen szájszagot, nem lesz az. Tehát azt lehet akár ebédre is enni, és utána bármit csinálni, ezt a metélő fokhagymát, mert nem lesz ez az íz. Aztán metélő hagymát is vettünk, koriander, zöld koriander a másik imádnivaló szerelmem. Hát én az indiai konyhát nagyon szeretem. Tavaly volt szerencsém Indiába is egy koncertturnéra ellátogatni. De hát ez kb. Már 20 éve a nagy szerelem nekem az India és az indiai főzőcskézés. Nagyon szeretem, hogy igazából az ételek nagyon egyszerűek, de mégis azzal a rengeteg összetevővel, ami olyan csodákat lehet csinálni, amik egyébként meg ajurvédikus orvosságok, ugye a koriandertől, a rómaiokig, a kurkumáig, a gyömbérig, a kardamomig, különböző csillik is általában nagyon jók gyomornak. Ugye az indiaiak ezeket a magokat összezúzzák, az ajvanszidet, a fahéjat, a szegfűszeget, ezt mind szerecsendiót különböző ételekhez egy mozsárban összezúzzák, és egy maszalát képeznek ebből. Tehát azt mondják, hogy ez nem tudom, életerő és csodaszer. Meglátjuk, most 43 éves vagyok, nézzük meg, hogy 97 évesen mit mondok erről, hogy segítette nekem az 5000 éves indiai ajurvédikus főzőcske. Zöld koriander. Zöld koriander fantasztikus dolog, még nem ismerik itthon eleget, hogy elegen ahhoz, hogy mindig lehessen kapni minden kisboltban, de ez lesz itt is, mert a rukkolával is ugyanaz volt, hogy sehol nem tudtam szépen kapni, most meg már a Tesco-ban, meg nem tudom, különböző boltokban ez a teljesen evidens. Zöld koriander is kezd. Ebből is vettünk egy kis palántát. Anyukám évek óta termeszti nekem a zöld koriandert. Hát anyuka, hogyha a kedvembe akarsz járni, akkor ne befőtted főzőn, meg lekvárt, meg nem tudom különböző dolgokat, hanem ezt a zöld koriandert kérlek, ezt locsold már, imád. Most a zöld korianderből pestót szoktam csinálni, amit barátnőmtől láttam, egy nagyon kedves külföldi volt. Az országukban ez hihetetlenül bevett dolog, ezt a pesto készítés, ez a koriander pesto készítése. Olyan, mint nálam, nem tudom, paprikás csirke. Gyakorlatilag egy mozsárban, egy fa mozsárban a zöld koriandert összevizek olívaolajjal, dióval vagy más magvakkal, és rengeteg sok fokhagymával, és rengeteg sok sóval. És ebből lesz egy ilyen paszta, és ezt sült padlizsára vagy bármire rákenve lehet alkalmazni. Én mindenre használom, ugyanúgy, mint a genovai pestót Olaszországból. Igen, koriander, szuper, büdös kékkel is itt felszerelkeztünk, hogy hát, ha ez majd itt a kártevőket távon tartja. Aztán, amit nagyon imádok, még a lestját, ez csodálatos dolog. Olyan érdekes, hogy Erdélyben nagyon sokat használják, szerencsém van, hogy sokat járhatok arra felé. Minden kertben van, és én amikor ott megkérdezem Anna néni egy gyimesbe, hogy Anna nénihez vághatok egy kicsit, mert ugye szoktam menni sajthoz, vagy bármihez. Hát azt nyersen, hát az csak a salátalevesbe való. Tehát az erdélyi emberek csak úgy ismerik, ahogy láttam, a lestját, hogy az egy tipikus kajában jó a salátalevesben. Na, szóval szerintem ez egyáltalán nem így van, mi imádjuk mindenfélebe beletenni, nyersen nagyon jó, akár egy sonkához, vagy bármihez. Oké, most a legutolsó beszerzéseink anyukámtól, a tárkony kis csemete, menta, hihetetlen jó menta, citromfű, csodálatos, egy gyümölcslevesbe citromfű, szuper, mint teli van minden, a
bodzabokorral, ugye hát a bodzát, az természetesen a bodzaszörp. Szerintem nem jó a bodza tartósított szörp. Biztos tud valaki olyat is csinálni. Egyszer Rédli Ágitól egyébként kaptam egy nagyon finomat, ami nem a szezonjában ittam, és szerintem nagyon finom volt. Én amikor így ezt tartósítják, mindig érzem ezt a tartósítószert. Elég érzékeny az ízlelés, ami látszik. Tehát csak frissen készített bodzaszörp. A bodza bogyóból viszont nyári gyümölcslevet szoktam itt csinálni. Fantasztikus jó. Ugyanúgy, mint egy meglevest mondjuk készíteni az ember. A citromfűvel. Csodálatos, fantasztikus dolog. Ami itt egy új kis növény, és nagyon szeretem, egy bolgár szent növény, hívják az Dravec. Minden kolostornál megtalálható. Ültetik oltára, szokták tenni. Ezt Hadzsik Osztoba Gabi színész rendező barátnőm révén tudom, rengeteget járhattam Bulgáriában. Imádom a bolgárokat, szerintem nagyon rokonak magyar lelkülettel és szellemiséggel, napfényes, csillogó emberek. Az Dravec annyira egy ilyen jó, annyira jó növény, annyira szent növénynek tartják, hogyha például elszármazik valaki otthonról egy külföldi országban, meg egy nagyobb útra, akkor az útlevélbe egy kis Dravec levelet beletesznek, ez egy nagyon illatos kis virág, és akkor biztos, hogy nem lesz a gyerekkel semmi. Tök jó, most ide is került a tanyára. Nagyon örülök, hogy van itt egy kis fa, amit én ültettem. Azért nem ültettem ide sok mindent, egy idő után semmit, mert ugye turnézom, járom a világot, amikor itt vagyok, öntözöm, addig a rukkola kicsit összeszedi magát, de nagyon-nagyon sok dolog, amit itt ültettem, meg kellett néznem a halálát, mert legközelebb visszajöttem a ginkgo biloba is elszáradt, a cukkini is elszáradt, és a mindenféle dolgok. Szóval egy dolog nem száradt el, és nekem ez egy nagyon-nagyon nagy boldogság is, nagyon fontos. A nagymamám és a nagypapám, akik már nincsenek közöttünk, nagymamám 5 éve ment el, papám 10 pár éve, nagyon bölcs, nagyon egyszerű paraszt emberek voltak, és tőlük kaptam egy, ők lilafának mondták, mai pillanatig nem tudom megmondani a rendes nevét, biztos, hogy ismeritek, nyár elején ilyen hatalmas lilavirágokat növel, egy nagyon gyors növésű fa, még a levelek előtt valahogy ezeket a nagy virágokat hozza. Ez egy olyan fa volt, hogy amikor elültettem, még ők csomagoltak ketten be, egy régi ilyen papírasztal terítőben, amikor kiestek az utolókból ezt a kis fát, és hát nekem ez egy ilyen szent fa volt, és az első évben kiszáradt. Én baromi szomorú voltam. Talán papám azért behalt meg. De valahogy a következő tavasszal a tövénél egy kis hajtás megindult. Annyira gyorsan nő a fa, hogy a nyár végére megjelent belőle egy olyan magas fa, mint én. És nagyon örültem, ez is kiszáradt. A következő évben megint az oldalhajtásából jött ez. És nem tudom, ez így ment éveken keresztül, és most azt látom, hogy így kezd megfásodni, most már ilyen a törzse. És nagyon nagy élmény, hogy amikor mondjuk én leszek olyan idős, mint a nagyszüleim, akkor itt egy ilyen nagy árnyat adó, gyönyörű szép fa lesz, és nekem ez ilyen, mint egy házi oltár. Amikor itt nagy hezitálásban voltunk, nagy ijedelemben voltam, hogy lesz itt a zöldséggel, amikor az első magot elvetettük a spenótnak, meg a reteknek. A retek még nem lett szüretelve, már jó nagy pirosak, de mondtam, hogy 90%-os. Viszont utána néztem azoknak a dolgoknak, és Dóri nagyon sokat segített ebben, hogy mik nőnek az erdőben, mik az ehető gyomnövények igazából, vagy mik azok az ehető gyógynövények, amiket nem is ismerünk. És fantasztikus dolgokat találtunk, mindenkinek ajánlom. Facebookon erről posztoltam is, talán Enikő azért kért fel erre a kis
nem tudom, kertről beszélése. Mert írtam egy ilyen kis tudástárat a Facebookra, hogy mi fölött is lépkedünk igazából, és hogy fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Hogy még a jól ismert és ültetett kertről beszéljek, a sült répánál és a sült fehér répánál vagy zöldségnél szerintem semmi jobb nincs, kis fokhagymával. Az édes burgonya is egy fantasztikus dolog, ami persze mindenki ismeri, de én azt érzem, hogy ezek nagyon jól tudnak működni. Az ablakban ott van a fehér répának, a petrezselyemnek, vagy a fehér répának a felső része, onnan jön szépen ki a petrezselyemzöld. Levágjuk a petrezselyemzöldet, a szárát, és ezt a mamától tanultam, szépen kis tálkába, egy centi vízben áll, és folyamatosan volt a friss petrezselyemünk. Ez fantasztikus jó volt, ugyanezt a répával is meg lehet csinálni. Hogyha nincsen a saláta jellegű semmi, egy ilyen magamfajt embernek, rengeteg almánk van. Nagyon sok almás salátát csináltam. Tök jó. Visszatérve az erdőre és a itt körülvevő kis gaznövényekre, hát kiderült, hogy nyakig ülünk a turbójában, ami más nemzeteknek gyakorlatilag elengedhetetlen összetevője lenne. Nem lenne, hanem az is a nemzeti konyhának, franciáknál nagyon ingyencek, és hogy a turbója az egy nagyon klassz dolog. Teli van minden turbójával, hihetetlen finom ánizsos, én egy kicsit a tárkonyt is beleérzem, egy ilyen íze van, nagyon finom, nagyon delikált, nagyon friss tavaszi növény. Ahogy előre halad az idő, egyre jobban szárba megy, és egyre kevesebb levél van rajta, de hát még rengeteg van. Saját fejlesztésnek gondoltam, de aztán kiderült, hogy egyáltalán nem. De én saját kutfőből hoztam az ötletet, hogy csináljunk turbolya pestót. És szépen gyűjtöttünk egy csomó turbolyát, és ugyanúgy el fogom készíteni a végleges verziót, mint ahogy a koriander pestónál csináltuk, amik ugye a grúzoknak a klassz kis pestója, fokhagymával, sóval, turbolya, botmixerre pürésítve, és magokkal. Azért mondtam, hogy készre csináljuk, mert most sikerült anyukám gyűjteményéből diót, mogyorót és mandulát szerezni, amit igazából egybe szoktam turmixolni a pesto készítéskor, de most külön csináltuk meg, és még most a magokat hozzá kell majd dolgozni. Szerintem nagyon fontos, hogy ilyet csináltok, hogy sok sót tegyetek bele, sok fokhagymát, kicsit majdnem, hogy az ehetetlenség állapotát kell elérni, amikor elkészíti az embert, mert én azt érzem, hogy az így lágyulni fog idővel. Volt már olyan is, hogy anyukám csinált ilyet, annyira elsúszta, hogy méreg volt, nagyon szomorú volt emiatt, de aztán következő évben ezt összedolgoztuk az újjal, és tökéletes lett. De az is lehet egy hiba, hogy volt olyan is, hogy megpenészedett, mert valami nem tartósította. Biztos, hogy nálam sokkal bölcsebb emberek vannak, akik erről tudnak beszélni. Én egy egyszerű jazz szaxofonos vagyok, aki egy karanténból jelentkezik. A másik, amit ma gyűjtöttük egyébként a Tiszapartról, a pikpak saláta fog készülni, ami szerintem fantasztikusan jó dolog. Én minden évben kacérkodtam vele, most meg aztán életmentőnek éreztem, és éppen ezért ki is próbáltuk. Az a klassz a pitypongban, hogy teli van gyógyító növénnyel, gyógyító anyaggal, tisztítókúrákhoz csodálatos lenne. Itt akarunk máskor csinálni tavasszal, mint megtisztulni, ugye a bőti időszak is itt volt, a természet is újjáéled, de még a kultúra is a karantén után. Pitypong saláta. Kicsi apró leveleket, ha szedjük, szerintem az tök jó. Sőt, azt mondjuk, hogy azt kell szedni, mert hogy később kesernyés lesz az íze a nagyobb leveleknek. Én elég durván bírom a fűszeres dolgokat, és imádom a nagyon erőteljes dolgokat. A zenében is igazából ezt keresem, szóval nem szeretem a mismásolást, a kisméret zenét, mert abban is valami fajta erők egymásnak feszüléséről van szó.
Igen, és azt gondolom, hogy a felfelé vezető út az nem annyira egyszerű és virágillatú, mint ahogy a Kenny G ezt interpretálja. Én inkább a John Coltrane-i hagyományra reflektálok azzal, hogy ez egyfajta önmagát áttransformáló, újjászülető, belehaló az előzőbe és újjászülető egy magasabb szintű rezgésbe, egy ilyesfajta emelkedésről van szó. Ezek nem mindig kellemesek. A halál nem mindig kellemes. De az újjászületés sem. Viszont elengedhetetlen talán. Tisztítás. Én megmondom őszintén, hogy ezeket az alapanyagokat, amikor elolvastuk, hogy mik ezek, aztán utána nem is olvastam tovább, kicsit ilyen vagyok a zenében is, hogy nem egy receptet próbálok követni, hanem játszom, próbálkozom, az kész. És szeretek így álmodni igazából, hogy most itt van ez a pitpong, ez mivel tudna jól harmonizálni. És egy csomó receptet egyébként unalmasnak tartok, és egy csomó szakácskönyve, ha már itt tartunk, teljesen ilyen konszolidált úriembereknek készített és fűszerezett dolgok vannak, és szeretek mindenből ötször annyit tenni. Ezért az én konyhám az indiai egyébként. Rengeteg sok fűszerrel dolgoznak, rengeteg sok fokhagymával, vöröshagymával. Markánsak a dolgok. Szuper. Na most én, amikor itt így kreatívkodok, akkor hát elképzeltem, hogy ez a pitpang salátához ez mi illene nagyon jól. És a citrom, egyébként lehet, hogy ezt olvastam, és nem mondom, hogy miért én találtam ki. Sokszor nem tudom a zenébe se, hogy ezt én találtam ki, vagy hallottam valahol is elloptam. De mivel nem tudom, hanem így bennem ez van, akkor talán az már bennem van, és akkor próbálom azt használni. Én citromot tettem hozzá, pitpang salátához, és én ilyen vékony karikákra vágom, és ilyen pici kis cikkelyeket csináltam belőle a héjával együtt. Szerintem fontos, hogy a héja benne legyen, mert én azt szeretem. Tudom, ott mondják az okosok, hogy amik a vegyszer, meg nem tudom. Ja. Kipuvó gőzben élünk, stresszben, meg minden. Szóval, de persze, mondom, én csak egy puta kis szakszofonos vagyok, aki belemeri így rakni így ezt a citromhéjat. Vagy citrom kis cikkeket, szóval ez tök jó. Ezt is talán olvastam valahol, hogy tojással nagyon jó harmonizál. De ezt úgy képzeltem el, egy tök más dologban láttam ezt, és előtte sose csináltam, hogy főtt tojást tettem hozzá, de csak 5 percig főztem, hogy igazából olyan félfolyós legyen a közepe, de szerintem ez nagyon-nagyon klasszul néz ki, hogyha ez itt ott egy kicsit úgy szét is folyik, de mégis kemény is. Ez nagyon fontos, én úgy csináltam, hogy 5 percig főzöm ezeket a tojásokat, és utána hideg vízbe teszem bele, és hagyom, hogy ott hűljön ki, mert akkor meg tud pucolni, és nem olyan nagyobb darabokba válik le a sárgájáról, meg talán el is rontaná, és ott mit tudom én, már a pucoláskor szét lenne. És akkor azt ilyen nyersen, durván ilyen nagy darabokba raktam bele a salátába. A barátaim, itt az indiai konyhából, hát most csak itt egy párat, egy nagyon keveset szedtem elő. Én nagyon-nagyon szeretem az édes köményt. Ugye ez is Magyarországon, de egy picit fel kell fejlődni a magyar fordításnak is. Ebben most néztünk egy sorozatot, egy brit szakács Indiában főzött, és folyamatosan félrefordították a köményt. Ugye ez küminnek van írva angolul is, kümin. De ez nem ugyanaz, mint a magyar kömény. Ez a fűszerkömény, ez a fűszerkömény. A kümin, ez pedig a római kömény. Biztos mindenki tudja, de én láttam olyat, aki nem tudta. A római kömény ugye minden indiainak az alapja, minden a masala, ilyen fűszerkeverék tartalmaz. Én szeretem nagyon magosan is, tehát egyben belerakni. Én imádom a koriander magját is. Ugye Magyarországon mi ezt a savanyúságokból szoktuk ismerni.
Hát Indiában ezt is belerakják egészben is, megtörve is. Van, akinek túlerős, nekem nem az. Nagyon intenzív ízű, olyan, mint egy kis galaxis, fantasztikus kis dolog. Van egy nagyon kedves kis masszalám, amit nagyon sokat használok. Talán már túl sokat is, mert minden ételem hasonlít. Ez a Darbin Curry, ami, hogyha valakit érdekelnek ezek a dolgok, a Fűván téren, a Vásárcsarnok mellett van egy keleti bolt, Ázsia Bétenek hívják, egy hatalmas fűszerbolt, ahol mindenfajta fűszert a világ minden tájáról lehet találni. Hát szerintem egy kánán, nekem például az. Van, aki megszállottan mindenféle tájegységgel foglalkozik, én nem. Tehát én nem, vannak dolgok, amiket nem szeretek, vannak, amiket még imádok. Az indiai részleg az olyan, hogy elájulok. Most a körikből és maszalákból mondjuk egy olyan 10 méterszer 2-10 magas polc sor van, és én úgy szoktam ott választani, vannak ilyen kimérve is, vannak gyári dobozos dolgok, mint ezek is ilyen gyári ügyek. Ezeket is ott meg lehet venni, de hogy végig szimatolja az ember. És ennek a körének egy nagyon-nagyon csodálatos, teszek is bele még egy kis ennyit, nagyon csodálatos illata van. És az az érdekes, hogy ez a Darbin, ez Afrikában van, ez egy indiai köri, de hogy van ott egy nagy community a tengerparton, akik Indiából mentek oda. Szóval tök érdekes, hogy az Afrikában megtalálható és ott használt köri volt a legszimpatikusabb indiai nekem. Oké, hát a chili azok ugye nagyon azt mondja, chili powder extra hot, tehát abból teszek. Szerintem tök jó dolog. Szeretem, ha kicsit lángol. Elnézést, aki nem. Ami egy nagyon jó dolog, most tényleg csak egy pár dolgot teszek bele, a barna vagy fekete mustármag. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, ezt a krisnásoktól ismerem. Nagyon sok étel kezdődik úgy, hogy olajat hevítünk, fekete mustármag, barna mustármag, egy kicsit bele, római kömény, esetleg édes kömény, és ezeket a magokat, esetleg koriander, egész koriander, ezeket a magokat megpirítjuk egy kicsit. De most vigyázni kell, mert ez nagyon könnyen meg tud égni, és ennek az a nagy tudománya, hogy azért is teszik bele ezt a barna mustármagot, mert egyszerűen ez egy indikátor, ez el fog kezdeni pattogni, és kezd így kiugrálni a serpenyőből, amikor már tudod, hogy az összes fűszer eléggé meg van sülve, és félre kell venni az olajat. Akkor kell beletenni a sót, ugye ez lehűti az olajat, és nagyon klassz lesz. A hinget még nagyon ajánlanám, aki esetleg nem ismeri, én sem ismertem, ez a krisnásoknak egy nagyon közkedvelt szerük. Ugye a krisna vallásban, a krisna tudatú létezésben nagyon pontosan meg vannak határozva, hogy miket tehetsz és hogyan, hogy a legmagasabb urat, a kreativitás, a tánc és a művészetek istenét, Krisnát, ugye Isten is, és hogy ők azt mondják, hogy minden pillanatban ebben a magasztos és szolgálat, ebben a szolgálatban, a magasztos tudatállapotban, ebben a szolgálatban kell neked lenned, ezért mondják egyfolytában a Hare Krisna mantrát. Nekik tilos a hagyma és a fokhagyma fogyasztása. Ez egyébként a hinduknál is így van, mert azt mondják, hogy ezek túlságosan sok vágyat gerjesztenek benned, ami szerintük nem jó. Ezért ez a hing, ez egy fának a gyantája, ami porítva van igazából. Gondolom ezt így, nem tudom pontosan, hogy készítik, szerintem megszárad, és ezt porítják. Ez egy nagyon ilyen erős illatú por, nagyon-nagyon finomat tesz, hogyha az ételbe egy kicsit teszünk, én nagyon szeretem ezt az ízt. Oké, hoztam ide még egy kis szegfűszeget. Én érdekes, hogy ezeket az édes fűszereket igazából nem szoktuk sósba használni, itt az indiai kajákban. Múltkor azt mondta a Dori, hogy ez milyen rosszul hangzik, egy főzős musolok, hogyha azt mondják, hogy kaják. Bocsánat, akkor az indiai ételekben nagyon sok édes fűszer van. Egy indiai körében
fahéj, ami mondjuk egy csirke körű lesz, de én egyébként indiaiból csak vegetáriánusat szoktam főzni, de fűszerek már pótolják nekem a húsokat, maximálisan, de akkor is a fahéjat szépen nagyon le lehet tenni. Tök jó. A szegfűszeggel ugyanez a helyzet, van itt egy ilyen kis porított szegfűszegem, imádom. A torma is nagyon jól megy egyébként, amit mondjuk a húsvéti sonkához ennénk, egy almás, káposztás, akár tojásos, kicsit fokhagymás, paprikával, retekkel ellátott salátában. Szerintem nagyon-nagyon finom. Nekem van egy ilyen kis képzetem a fejemben, hogy a zöld salátát én nem nagyon szeretem keverni a pirossal. Tehát, hogy nagyon szeretem önmagában ebből a spenótból is, és spenót saláta lesz. Nyersen fokhagymával, olívaolajjal, sóval. Hogy nem tennék bele a világ minden kincsért se paradicsomot, mert valahogy azt érzem, hogy a két dolog az nem egyműfaj. Viszont a paradicsom saláta fokhagymával és mondjuk őrségi tökmagolajjal, hát az valami mennyei. Oké, a turbójáról beszéltem, a másik nagy felfedezés a tyúkhúr volt, ami minden kertben ott van. Csodálatos kis növény. Leveleit lehet fogyasztani, megmondom őszintén, a szárát is a végén már beletettem. Gaz. Nak hiszük. Csodálatosan finom, kesernyés íze van, nagyon jó emésztéssavító, fogyasztó, csodálatos dolog. Pitpang, turbolya, tyúkhúr. Állítólag lehet találni bizonyos helyeken metélő snidlinget. Én ezzel nem találkoztam, viszont nagyon érdekes, hogy ma pont a tiszaparti kirándulásban felfigyeltem egy növényre, amit nagyon szeretek. Egy időben sokat jártam Elzászba, és Elzászban ott azon a jó bortermű vidékem volt egy olyan kis lehetőség, ott vannak ilyen ferma belsek, amik gyakorlatilag kis tanyácskák, kis farmok, akik ott ugye teheneket tartanak, és ezek a kis farmokon kis vendégfogadók is vannak. Maga az egy vendégfogadó, de és a francia állam hihetetlenül dotálja ezeket a dolgokat, ezeket a farmokat, viszont egy kikötés van, hogy nagyon nagy támogatást kaptok, viszont csak azokat az ételeket lehet felszolgálni, amik itt termelődtek meg, és ti készítettétek el. Hát ez valami fantasztikus, mert tényleg a friss tej, sajt, a kenyeret ott sütik, minden. És itt ittam egyszer egy nagyon finom elzászi borra, ez egy kis aperitívnek a szolgálja, fehér borra, egy kicsi szörpöt töltöttek. Barbárnak tűnik, de nem az. Aspirülből töltötték ezt a kis szörpöt. Az aspirül, ez egy kis növényke, ami ott terem. Egy nagyon kicsi virágú dolog, hasonlít a bodzához, ha nagyon össze akarom hasonlítani valamivel. Tehát ez a szörp egy ilyen nagyon virágos, nagyon friss, kis frissítő szörp, és ezt azzal a fehér borral, ami hihetetlen finom volt. Bocsánatot, hogyha ott erdőbényén ettől többeknek ráncos lesz a homloka, egyszer meg kell kóstolni. És ezt sem nagyon ismerjük, ez a szagos műge, ez az aspirül, és mai sétánkkal, Dórival pont ezt fedeztem fel, ezt az aspirül, a kis virágocskát. Most már csak azt kellene megtudni, hogy hogyan kellene ebből a szörpöt készíteni. Gondolom hasonlóképpen, mint a bodza. Nagyon pici virága van, úgyhogy szerintem azok készítsenek belőle szörpöt, akik órásnak születtek. De ha lesz szörp, akkor kérem, juttasson nekem is a készítője. Tehát itt lesz ez a pitypang saláta. Szuper, van benne pitypang, lesz benne, van benne citrom, kicsi darabokra vágva, lesz benne só, van benne kis szegfűszerek, van benne kis római kemény, van benne egy kis koriandermag, barna mustármag, kicsi chili, és ez az édes kömény, darban curry. Szuper. Ebbe fog belejönni még az a két tojás, ami gyakorlatilag az egésznek egy ilyen valami konzisztenciát ad. Én szerintem más nem is teszek bele. Milyen érdekes, hogy ez milyen kis kreatív feladat lesz egy jazzzenésznek is, aki a karantén helyzetben most egy réten szaxofonozik egész nap,
már jó barna vagyok, itt a nyakamon van egy fehér csík, a szaxofonnak a tartópántjának a csíkja, de hogy mégis tényleg ez milyen klassz dolog, hogy amikor az ember hazajön, akkor azzal foglalkozik, hogy végiglocsolja az összes kis növénykét, mérgelődjön azon, hogy a vakond reggelre föltúrja. Hihetetlen nagy dolog a természettel, rokonságban és közelségben lenni, és azt gondolom, hogy szerintem sokkal többen élveznék ezt, hogyha egyszer megpróbálnánk. Ez ugyanez a helyzet a jazzzel is, sokan irtóznak tőlük, mert az valami, nem tudom, ördögtől, a jazztől, mert az szerintük valami ördögtől való ilyen se dallam, se ritmus zene, se harmónia, ez csak egy ilyen művészeti maszturbáció. Nem, csak nem mentünk még elég közel hozzá. Nem értjük a miértjeit. Ezért van egy ilyen kis előadásom, az a cím, hogy könnyen érthető jazz, ahol abban próbálok segíteni az embertársaknak, hogy több örömük legyen a jazzben, hogy megértsék, hogy igenis ott nagyon komoly szabályok vannak, igenis, hogy ott egy zenész nagyon-nagyon sokat dolgozik azon, hogy ő saját magát ki tudja fejezni egy bizonyos eszköztár. Ezt az eszköztárat folyamatosan bővítjük. A jazz is egy nagyon tradicionális dolog, de minden pillanatban a tradíció éltetésével, szeretetével ezt elfelejtjük. És rosszalkodunk, és egy magasabb szintre próbáljuk hozni magunkat és az egész zenét. Thank you.